A magyar sport központosításával az olimpián kívüli a képviselete is az új MOB hatáskörébe került, megszűnik eddigi védernyőjük a Nemzeti Sportszövetség amelynek alelnöke, a hazai és európai kickboxot is irányító Leire Richard lett a MOB 5 új alelnökének egyike. Az integrálódás menetéről is szót ejtünk már is vele. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Kicsit kényszerből, vagy nagy örömmel léptél be a magad részéről, szervezeteiddel a magyar sport irányításának, úgynevezett új parlamentjébe, hogyha Borkai Zsoltot idézzük? Többféle elképzelés volt, többféle variáció volt, ez a variáció győzött. Ez a bizonyos olasz modell. Így van, ez a Koni Mario Pescante úr vezetésével alakult ez ki pár évvel ezelőtt. Hasonlatos egyéb iránt a német modellhez is, ott is egy ernyő alatt van minden sportág. A Magyar Olimpiai Bizottság az új sporttörvény értelmében megkapta az egész magyar sport irányításának feladatát, jogát, felelősségét. Ha úgy tetszik, pénzparipát, fegyvert. Óriási dolog ez. Első pillanatban ez egy rendkívüli megtiszteltetés, és ahogy beléptem, egy elfogadottság és egy ünnepi pillanat volt számomra az Olimpiai Bizottság február 26-i ülése. Tehát nem úgy érezted, hogy a sárkány gyomrába vagy, és hambe kaptak? nem. Én, általában nem vagyok félős pasas, Azért. tehát nem sárkány gyomrában, de éreztem azt a több mint száz éves múlttal rendelkező szervezet tekintét, súlyát, és hát azokat az óriási eredményeket, amelyeket ez a Magyar Olimpiai Bizottság vezetésével a magyar sport elért, és ma mi is hozzájuk tartozunk, közéjük tartozunk, velük kell éljünk, és a nem olimpiai sporták érdekeit a Magyar Olimpiai Bizottság tradicionális keretei között kell majd érvényre juttatnunk. <haz> És itt a, egy pillanat, még a különféle koncepcióknál maradva. Itt kedden ott ült Sárközi Tamás, jogászprofesszor, ugye régi sportos, komoly ember. Ő azt mondta, hogy neki tetszik maga a koncentráció, tetszik ez az egész gondolat és az az irány, ahogy ezt a magyar sportot megpróbálják gatjába rázni. Viszont egy kicsit túlzásnak érzi. Tehát ő két köztestületet hagyott volna meg. Meghagyta volna a Nemzeti Sportszövetséget, nem meghagyta volna a Magyar Olimpiai Bizottságot, az összes többit valóban azt a négy, öt, hat felé tagolódottságot, azt megszüntette volna. Szerinted... És pofonok. Én azt gondolom, hogy a Magyar Olimpiai Bizottság az olimpiai mozgalom irányításában, vezetésében óriási tapasztalatokkal rendelkezik. Ez az integrálódási folyamat meghagyta azoknak a területeknek a vezetését, akik eddig is csinálták, ha úgy tetszik a Nemzeti Sportszövetségben is, vagy ha úgy tetszik az egyetemi diáksportban, vagy ha úgy tetszik a parasportban, vagy ha úgy tetszik a szabadidősportban. Tehát a lehetőség a keret adott. Én azt gondolom, hogy úgy fog jól működni az olimpiai bizottság, hogyha mi élünk a lehetőségeinkkel, erősen képviseljük azt a területet, amelyikre választottak bennünket és odakültek, ebbe az egy köztestületbe, amelyik az egész magyar sportot irányítja, benne van a lehetőség. Én úgy látom, és mindig is úgy szemlélem, hogy ez a pohár több mint félig van tele, és nem pedig üres. Dajs Tamás említettem, múltkor, amikor itt beszélgettünk az ő mobil hogy itt akár honnan is küldték az embert MOB elnöknek, tulajdonképpen az egész Magyar Olimpiai Bizottság az alelnöke, tehát nem azt jelenti, hogy öt szelet ül egymás mellett, aki csak a saját maga által hozott területtel kell, hogy foglalkozni, és annak az érdekeit kell, hogy védje. Akkor ez azt jelenti, hogy te sem, csak pusztán és csupán mob alelnökként minden azt jelenti, hogy akkor most az olimpi, nem olimpiai sportágok érdeke éppen hogy van, hanem minden feladat. A felelősség, a, a megtiszteltetés természetesen közös. De részből áll össze az egész. És ha a részek jól dolgoznak, akkor az egész is jól dolgozik. És én azt gondolom, hogy tekintettel arra, hogy a Magyar Olimpiai Bizottság megtisztelő alelnöki pozíciójába választottak, értelmszerű, hogy ez a felelősség az egész Magyar Olimpiai Bizottság felé adott. Tehát úgy kell tenni, dolgozni, viselkedni és képviselni ezt a testületet, hogy méltó legyen az ember ehhez. De mind a mellett azt gondolom, hogy nagyon nagy hiba lenne, ha elfelejteném, és túl terjeszkednék az én területem, mert ha úgy tetszik, a nem olimpiai területen. Én ezt a területet ismerem, erről a területről jöttem, innen hoztam ismereteket, innen hoztam megoldási kísérleteket, javaslatokat, és a sport mindenkié. A sport, a nem olimpiai sport is mindenkié, ez a Nemzetközi Olimpiai Bizottság fő filozófiája is, és a Nemzetközi Olimpiai Bizottság a sportakordon keresztül látja azt, hogy egyre népszerűbb sportágok vannak a nem olimpiai világban, egyre több olyan világjátékot, programot hoz össze, rendezt, csinál, amelyel igyekszik a sportot ténylegesen mindenki tenni. Azon szerencsések egyébként, akik a két olimpiai játékokon, a nyárin és a télén szerepelhetnek, azok nyilván primus inter pár az egyelők közül, és mindenki a sportban kártagadni. tagadni. Aki na, a nem olimpiai világban van, álmait úgy kezdi, úgy éli, úgy ébred, hogy szeretne az Minden gyáron. nem olimpiai sportág lényegében, olimpiai sportág szeretne lenni. Hogy Így van. Ha meg akarjuk fogalmazni az alaptételt. Most, jelen pillanatban, hogy néz ki az éllovas lista szerinted, és a tudásod szerint? Akik nem azok, de azok lehetnek minél hamarabb. Kialakult egy 5-6-os lista, ebben szerepel most a karate, E, szerepel e, baseball, e, szerepel a softball, és még néhány olyan sportág, amelyiknek hát Magyarországon sajnos nincs e, erős háttere. A karate mindig is ott volt a az ajtóban, a küszöbön. E, a karate rengeteg stílus és rengeteg individuális e, személy együttese a világon. Eleddig botladozásuk oka az volt, hogy nem tudtak igazán összefogni. E, kirendezi 2020-ban. Stílusok, műhelyek, stb. stb. Azok Kirendezik a... 2020-ban 2020 a következő olimpiát? Ez ugye nem soká el fog dőlni. E, Olaszokról beszéltünk, Róma, ha jól tudom, az ismert gazdasági eredmények okán már nem szerepel az olimpiát rendezendő kandidáló országok között, illetve a Olaszország nem szerepel, de Japán ott van. Ha Japán ott van 2020-ban, ez egy erős háttér, mindig azok a sportágak egyébként számíthatnak sikerre, akik mögött erős nemzetközi tőkeerős lobby, adott esetben egy ország szerepel, és hát Japán azt gondolom, hogy egészen kitűnő lehet. Gondoljunk csak vissza, Koreában, Koreában fogalmazódott meg a tékvandó olimpiai tagsága, illetve a sportág olimpiai programra kerülése, 88-ban, és azóta már Pekingben az első játékokat be is húzta a sport. Akkor a Magyarországon szeretett, ismert és üzött, üzött sportok közül most a el az első, amik leghamarabb be fog kerülni. Így van, szurkolunk neki, szurkolunk neki. Neked Jól van nem? olyan preferencialistát, hogy szurkolunk nekik, segítjük őket, ők az elsők, hogy aztán szépen sorba kik jönnek. Kik jöhetnek, kiknek olyan a lobby erejük, olyan a Magyarország, amit nekünk érdemes, hogy úgy mondjam, nyomatni. Nagyon sokat dolgozom a nemzetközi világban is azon, hogy a kickbox is ezek közé a sportágok közé kerüljön. Mi, nem tudom mi lesz 20-ban, fogalmam sincs. Ma még esélyesek vagyunk mi is, talán 24-re pedig mindenképpen szeretnénk, hogy mi legyünk azok az első esélyesek a sorban, akik el tudnak érni egy jó kandidáló helyet és egy befutó helyet. Azt szoktuk mondani a világszövetség elnökségében, hogy tartozunk magunknak annyival, hogy akár ha tolókocsin is, de ott kell lennünk az első olimpiai program versenynek a, a, szorítója mellett. Vagy a hát tatarja. erre megvan az esélyed, hogy elnézlek, úgyhogy... Arra, hogy tolókocsiba kerül? Nem arra, arra, hogy még ott legyél ha a tolókocsiban is, Köszönöm. amit szeretnél. Tehát, hogy nem vagy te rossz bőrbe, össze fog ez jönni. Itthon hogyan kell biztosítanod a mobban azt, főként egy olimpiai évben, hogy kellő figyelem kerüljön azokra a sportákra, amelyek ugye most nem közvetlenül az olimpiai felkészülésben vesznek részt. Először is azt gondolom, hogy az olimpiáig nekünk az a feladatunk, hogy integrálódjunk, megfeleljünk, fölnőjünk azoknak a követelményeknek, amelyeket egyébként az olimpiai sporták már réges régóta teljesítenek. 37-38 olyan sportágunk van, aki a nem olimpiai oldalról érkezett, és az olimpiai, nem olimpiai tagozaton keresztül tagja a Magyar Olimpiai Bizottságnak. Meg kell szerveznünk ezt a hátteret. Ha úgy tetszik, miután a Nemzeti Sportszövetség, Megszűnt az új MOB megalakulásával. Ezt a feladatot is végig kell vigyük. Minden egyes sportákban sportágfejlesztési stratégiai terveket kell csinálnunk, és ezeknek a stratégiai terveknek meg kell felelni annak, hogy meg tudjuk mutatni a MOB egészének, és a társadalomnak is azt, hogy az adófizető forintokból miért kell azokra a sportákra, és mennyit kell juttatni és adni. Műhely munka jön most, értelmszerűen tudomásul kell venni, és szerencséggel kell most viselkednünk, hiszen olimpia jön. Át kell ülnünk a szurkolói fotelben, most az olimpiai oldalé az abszolút közfigyelem. Én ezt abszolút természetes dolognak tartom, de amikor lecseng az olimpia, amikor vége van, addigra nekünk készen kell állnunk. Persze nem beszélve arról, hogy egyébként a költségvetési tervezés folyamata májusban már elindul, és akkor már egy újfajta, új struktúra költségvetési terve lesz az asztalon. De azzal az újjal több pénz kerülhet hozzátok, mint a Nemzeti Sportszövetség keretei között ezekhez a sportágokhoz? El kell mondjam a hallgatóknak is, és neked is, hogy méltánytalanul szerénytelen volt az az összeg, ami rendelkezésre állt a Nemzeti Sportszövetségben a nem olimpiai oldal számára. Az nem volt több, mint 180-190 millió forint, 37 szövetség működési struktúrájára, eredményeire és egyebeire. Ez volt az egyetlen forrása, ahol a nem olimpiai sportágok pénzt kaptak, mi semmilyen más egyéb struktúrában és csatornában nem voltunk becsatornázva, illetve beillesztve, Ebből a pénzből tartottuk fönn ezt a rendszert. Értemszerű, a... nekünk is szelektálnunk kell. Nem, nem le... mennyire szeretnéd föltornázni ezt a vicces összeget, azt mondd meg végül? Megtartva, megduplázva. Megtartva, megduplázva. Jó, hát akkor van tenni. tennivaló. Köszönöm szépen, hogy itt voltál, és jó munkát. Köszönöm a lehetőséget.